Kónya Zsófia ismét Szegeden lépett jégre, ezúttal azonban nem versenyzett, hanem edzést vezényelt. A Küzd meg a bajnokkal programsorozat szegedi állomásán a kisiskolások egy különleges testnevelés órán tanulhattak a téli olimpikontól. A Szegedi Korcsolyázó Egyesület válogatott versenyzőjének nem volt idegen a tanítás. Igazából már van tapasztalatom, mert volt egy év, amikor itthon voltam, és nem annyira edzettem, úgyhogy akkor kijöttem Szandinak és Krisztiánnak segíteni ide a jégpályára, úgyhogy még ez is lehet, hogy ismerni fogom ezt az osztályt. Az ország több városában sikerült már bevonni a sportolókat a programba. A cél, hogy megszerettessék a gyerekekkel a mozgást, és hogy egészséges életmódra neveljék őket, ám előfordul, hogy a szervezők ennél többet is nyújtanak. Ahol van rá lehetőség és idő, és mondjuk tornatermi óráról van szó, ott nem csak a testnevelés és az egészséges életmód játssza a főszerepet, hanem ugye a környezetudatos életmód is. Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos játékokat szoktunk játszatni a gyerekekkel. Küzdelemről természetesen szó sem volt, inkább maradandó élményt kaptak azok a kisiskolások, akik egy téli olimpikontól tanulhatták meg a korcsolyázás alapjait.